Lassan egy teljes évtizede húzódó jogi és politikai procedúra ért véget Strasbourgban, amikor az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők jelentős többséggel fogadták el az ukrán állampolgárok vízummentességét. Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti képviselője, annak tudja be a törvényalkotási folyamat nehézségeit, hogy az Unió nem állt készen arra, hogy egy olyan államnak adjon vízummentességet, amely harcban áll egy szomszédos országgal, és a keleti határai nincsenek biztosítva. Több olyan biztonsági intézkedést kellett előbb meghoznia az Európai Uniónak, amivel egyfajta védelmet biztosít saját magának. Ez volt az úgynevezett visszavonási törvény, ami arról szól, hogyha bármilyen oknál kifolyólag veszélyeztetve érzi magát az Európai Unió egy olyan állam által, amelynek vízummentességet adott, akkor egy tolvonással vissza lehessen vonni ezt a vízummentes beutazásnak az engedélyét. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a vízumkényszer elhárulása a bürokratikus és anyagi akadályok megszűnése mellett pozitív hatást gyakorol számos ágazatra, így a kereskedelemre, a turizmusra, valamint a fiatalok tanulásában is jelentős segítséget nyújt. Ezek mellett azonban fontos tudni, hogy a vízummentesség nem használható fel oktatási vagy munkavállalási céllal. A határok átjárásának tárgyi feltétele, hogy az illető rendelkezzen biometrikus útlevéllel, amelyre jelenleg nagy igény mutatkozik. Amikor megszületett a vízummentesség, akkor már Ukrajnában több mint 1 millió ilyen biometrikus útlevelet bocsátottak ki, és azóta csak nőtt az igény ezekre a biometrikus útlevelekre, illetve nagyon nagy sorok alakultak ki bizonyos igénylő helyeknél, bizonyos irodáknál, úgyhogy megnőtt a várakozás ezekre az útlevelekre. Az anyagi vonzata ugye jelenleg már csak az útlevélnek van, ami nagyjából egy 20 ezer forintos összeget jelent, és ugye 10 évre megkapja az igénylő az útlevelet. Ezek igénylésével kapcsolatban fontos tudni, hogy az ukrajnai magyar kisebbség nem pusztán Magyarországra, de Nagy-Britannia és Írország kivételével az Unió bármely más tagállamába is szabadon utazhat. Bocskor Andrea szerint a vízummentesség megvalósulásával párhuzamosan újabb határátkelő helyek létesítésére lenne szükség, hiszen akkor az átkelés még egyszerűbbé, gyorsabbá válhatna.